Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Tétényi Éva és Szentpéteri Nagy Richárd. Jó estét, szervusztok. Hát kezdjük a miniszterelnök parlamenti beszédével. Milyennek láttátok ezt a beszédet? A nagy része a szankciókról szólt, a szankciók az okai mindennek, a brüsszeli bürokraták nem ezt ígérték, válságot hoztak, és nem ezt ígérték Európának. A törpe vett ki szankciót az óriásra. Azt mondta a miniszterelnök, hogy most életében látott először ilyet. Mit gondoltok a beszédről magáról? Ha jól tudom, nemzeti konzultációt szeretne majd a kormány indítani éppen a szankciókkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez a beszéd kicsit annak az előfutára is volt, amiben megmagyarázták, hogy ez valójában semmi hatása nincsen. Tehát én így értelmeztem, hogy ez inkább a helyi vagy a belső magyarországi viszonyoknak egyfajta hát ilyen felkészítése arra, hogyha majd szavaz, akkor hogyan szavazzon. Nem, mint a konzultációban. Igen, a konzultációban. Igen. Igen, ez érdekes, hogy egy ilyen eseménysorba helyeződik el ez a beszéd, hogyha várható események elé helyezzük, az is egy perspektíva. De az elmúlt beszédek sorába is illeszthetjük, ugye a Tusnádfürdői beszéd, a Köcsei pikniken elhangzott beszéd, aminek a részleteit csak onnan ismerhetjük, hogy bizonyos részletek kiszivárogtak, és ezek összeállnak valamiképpen, valami tényleg egy világképpé. Azt szokás mondani, hogy az ellenzék nem rendelkezik kellő vízióval, narratívával, ezzel szemben a kormány és a kormányfő mindenképpen rendelkezik ilyennel. Valóban valami nem. De van-e válasz? Van-e válasz szerinted? Mert a vízió ez egy dolog, de mondjuk arra a kérdésre, hogy ha szankciók rosszak, akkor nem kellene választani, hogy mit lehet akkor Európának tenni szerintetek. Tehát van-e bármi eszköze azon kívül, hogy ezeket a szankciókat bevezette, vagy nézze ölbetett kézzel, ahogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, egy szuverén államot, vagy úgy, ahogy van, el kellene felejteni a szankciókat? Hát itt azért gondolom az is kérdés, hogy ki keveredik bele ebbe a háborúba. Ugye mi végül is, ha nem is mondjuk ki valamilyen szinten, gazdasági szinten, azért beleszólunk ilyen így a háborúba a szankciók révén. És ugye ez mindig egy érdekes kérdés, akár miniszterelnökként, akár brüsszeli döntéshozóként, hogy hol van az a pont, ameddig belemehetnek ebbe. Az tény is való, hogy az agresszióra valamilyen módon válaszolni kell, hiszen ez nem egy olyan eszköz, ami tehát igénybe lehet venni. Csak ugye a kérdés az, hogy miért és milyen módon kerül bele Európa és ezen belül Magyarország ebbe a háborúba. Hát úgy, hogy az Európa Tanácsban megszavazták ezeket a szankciókat. Egyébként maga Orbán Viktor is ezt, ugye nyilván az ellenzék ma a szemére is vetette a parlamentben. Egyébként visszatérve még egy picit, amit te mondtál, a nemzeti konzultáció indul majd, és ezt el is mondta a miniszterelnök a szankciókkal kapcsolatban. Mit lehet ezzel igazából elérni? Ugye azt is elmondta Orbán Viktor, hogy Európában senki meg nem kérdezte az embereket arról, hogy legyenek-e ezek a szankciók. Meg kellett volna egy ilyen ügyben, ezt igen. Tudták volna az emberek? Mit gondoltok erről? Az embereket nem kérdezték meg, de Orbán Viktor történetesen megkérdezték, és ő azt mondta, hogy igen, kellenek. Ezt most úgy magyarázza, hogy tulajdonképpen egy átverés volt, akkor mást ígértek a brüsszeli bürokraták, hogy az ő kifejezését idézzük. Valóban úgy áll a helyzet, hogy a kérdésben is elhangzott, és azért nagyon is legitim és megválaszolandó kérdés, hogy az első lépés a kormányfő javaslata szerint, és a kormánya javaslata szerint a külügyminisztere is gyakran képviseli ezt az álláspontot. Valóban az lenne, hogy ezeket a szankciókat megszüntetni máról hónapra, és ne legyenek szankciók. Valóban felvetődik, hogy mi a következő lépés, erre nincs válasz. Alig, ha nem nincs is, elképzelés arra nézve, hogy mi a következő lépés, hanem arra van elképzelés, hogy mi az orosz érdek, és ez az orosz érdek hangoztatása. Arra azonban kiválóan megfelel, és itt már a nemzeti konzultációra is rátérhetünk, az úgynevezett nemzeti konzultációra, hogy hangulatot keltsen Brüsszellel szemben, és ennek hosszú távi következményei lehetnek, beláthatatlanok, és ezzel kapcsolatban, hogyha az Európai Uniós tagságunk vetődik föl, én a legkevésbé sem vagyok nyugodt, nagyon könnyen előállhat az a helyzet, hogy olyan hangulatot keltenek ezzel az indoktrinációval, ezzel a propagandával, ezzel az ellenségképzéssel, ezzel a mondjuk hát ilyen negatív kampánnyal, csúnya kampánnyal, amely a magyar közvélemény jelentős részében is megváltoztatja az Európa képet, holott ennek egyenlőre nincsenek jelei, de ennek a veszélye fennáll. Mondjuk csak hozzáteszem, hogyha esetleg nem láttad végig a beszédet, hogy egyébként azt mondta Orbán Viktor, hogy az Unióban van a helyünk, mondjuk ezt ma hozzátette, vagy elmondta. Szóval... Csak egy kiegészítés az abban, hogy az korábban azonban kijelentette, hogy a 2030 már nettó befizetővé válik ez az ország, akkor el kell gondolkodni az unióval való kilépés esetleges perspektíváján, márpedig ez
beláthatatlan, és a nemzeti érdekkel egyértelműen szembe megy. Igaz, de a hangulatkeltésre, ha visszatérünk, végül is ugye most Brüsszel visszatartja ezeket a pénzeket, és ugye ezt, ha jól tudom, a forint árfolyama is egy kicsikét, hát mikor bejelentették, akkor lehetett látni, hogy hát esett, tehát hogy tovább, hogy a magyar országban élőknek pont a Brüsszel ellenességhez az még hozzájárul, hogy miután a pénzeket visszatartják, ez a hangulat talán ezzel még fokozható is. Vagy fokozódni fog. Azt is mondta Orbán Viktor, még egy picit tovább menve a beszéden, a nyugat ma a háború pártján áll, Magyarország pedig a béke pártján. Mi a háború folytatása és mélyítése helyett azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat követelünk. Hát igen, de ez az, amit kizárólag morálisan lehet csak rendesen megítélni. Az egész világ közvéleménye tudja, hogy itt a helyzet micsoda. Ki támadott meg kicsodát, és kik ölnek meg kiket. Ráadásul gyerekeket is, civil lakosságot. Ráadásul erőszakosan, hátra kötött kezű emberek holttestét találták meg, és így tovább. Kimondani is szörnyűség ezeket a dolgokat. Ezeket megtapasztalni, látni, több milliós menekült hullámot látni, és így tovább, és így tovább. Ezek olyan jelenségek, amelyre egy morális válasz van. Az ember az agresszorral szemben foglal állást, és a megtámadott mellett foglalást. Ez az erkölcsi parancs, és nincsen más vitat. Minden más beszéd, ráadásul az ezzel szemben való beszéd, akceptálhatatlan. Ez igaz, de ugye mit mondanak, hogy aki fegyvert küld még a háborúba, az tulajdonképpen éppen ezeket a borzalmakat hát fokozza, sőt a háború idejét is elhúzza. Tehát azzal azért egyet lehet érteni, hogy minél hamarabb le kellene ülni, tárgyalni, akár a két félnek, hiszen ennek így, ha így nézzük, sosincs vége. Tehát... De ezzel ki nem ért egyet szerinted? Tehát Macron nem tudom hányszor próbált tárgyalni Putyinnal, felszólította az Unió Putyint, hogy fejezze be, üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Tehát kitől kéri ezt a magyar kormány? Tehát kivel kellene leülni? Hát ez majdnem olyan, mikor csak sokkal durvább, mikor két gyerek veszekszik, tehát hogy kinek van igaza. Természetesen aki kezdte, vagy aki visszaadta, most nem ennyire egyszerű a helyzet, azt én tudom. Nem tudjuk, nem látunk bele mondjuk az ukrán államfő lapjaiba, az sem, hogy kinek az érdeke, hogy ez a háború még tovább folytatódjon. Olyan nem ennyire egyszerű a helyzet? Tehát van egy ország, amik lerohant egy szuverén országot. De általában a történelemben így szokott lenni, tehát amikor a háború van, és ugye azért, ha körülnézünk, mikor így nagyon kétségbe voltam esve, hogy elkezdődött egy háború, akkor a kisfiam mondta, hogy na de hát mióta ő él a világon, mindig van háború. Csak ugye ez most itt van a szomszédban, azért látjuk ennyire. De ha csak a palesztinokra gondolunk, vagy bármi olyan helyre, ott is általában ez van, hogy az egyik fél úgy gondolja, hogy jogos, mert hogy őnek ki ott meg kell védeni a népet. A másik nép úgy gondolja, hogy nem, mert hogy az ő földje volt. Ezért mondom, hogy talán mi ebben nem is tudunk igazságot tenni, és ha jól tudom, ez egy sokkal régebb óta húzódó konfliktus a két nép között. Ezek a felvetések természetesen érthetők, és ezek valóban megfontolandók. Én egyszerűbben fogalmaznék, egyszerű rugóra jár az agyam valamiképpen. Nem is azt hangsúlyozná az ember legszívesebben, hogy egyik ország megtámadott egy szuverén országot, mert ennek az országnak a szuverenitása, a bizonyos területintegritása bizonyos fokig vitatható. Lehet adott esetben békeidőben, tudományos diskurzusnak tárgya lehet, történelmi elemzések tárgya lehet, hanem inkább arról van szó, hogy egy agresszor, tömeggyilkos van az egyik oldalon, és egy védekező van a másik oldalon. Én nem tudom igazság szerint, hogy mi itt a kérdés. Na visszaugorjunk a parlamenthez. Ugye pénteken benyújtotta a Fidesz azokat a bizonyos törvényjavaslatokat, amit már egyébként hétfőn is egy részét, amik ez a bizonyos uniós megállapodáshoz szükségesek, mármint hogy kapjuk meg az uniós pénzeket. 17 pontról van szó. Van egy meglepetés hivatal is egyébként bennük, belső ellenőrzési és integritási igazgatóságot hoznának létre, ami Navracsics Tibor alatt működne. Erre nem számított senki. Richard, mit gondolsz erről a hivatalról? Hát a részleteket én tőtelesen még nem ismerem, de első hallásra valami olyasmit gondolok, hogy itt a kormány saját magát ellenőrzi, ott tulajdonképpen ott vagyunk, ahol eddig voltunk. Az igaz bizonyos fokig, hogy vannak olyasfajta, kisebb fajta átverések, amelyel a brüsszeli bürokraták átverhetők, mert tulajdonképpen, amíg a bizottságnál volt az ügy, most már az Európai Tanács felé közeledik az ügy, akkor ott mégiscsak... kipipálnak bizonyos dolgokat, hogyha megtörténnek bizonyos intézményi átalakítások, akkor tulajdonképpen már rendben van. Ezt használja ki a magyar kormány, méghozzá irodatlan munkával, tehát itt éjjel-nappal munka folyik, tulajdonképpen papírok tologatása folyik, és Brüsszelben való levelezés folyik, csak valójában az a fajta
tevékenység, ami elvaratik Brüsszeltől, azért, mert Brüsszel voltak éppen az európai országokat képviseli, és ezek demokráciák, tehát az európai közvéleményt képviseli, beleértve a magyar közvéleményt is, tulajdonképpen az váratik el, és már be is fejezem, a magyar kormánytól, hogy szinte kis túlzással szólva az egész jogrendszert átalakítsa, mert letért a jogállam útjáról, és ahhoz, hogy visszatérjen, ahhoz még nem ez a 17 pont, hanem még számtalan más pont is szükségeltetnék. Hát ugye létrehozzák azokat, amiket Brüsszel követel. Itt a kérdés az is, csatlakozom hozzád, hogy mit tartanak ebből be. De tény, hogy a korrupcióhoz, illetve ahhoz, hogy egy átláthatóbb legyen az egész pénzelköltés, ahhoz szükség lehet egy ilyen integritás hivatalra, hiszen pont ez lenne a feladata, hogy ezzel foglalkozzon, vagy ezt oldja meg. Az ellenzék szerepéről mit gondoltok ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban? Mi lenne szerintetek a helyes? Ugye most a Párbeszéd nem volt egyébként egységes az ellenzék ebben a kérdésben. A Párbeszéd például nem szavazza meg, vagy nem szavazta meg a jogállamisági vitához benyújtott törvényjavaslatok kivételes tárgyalását, az LMP igen. Mi lenne a jó válasz? Végül is azt is lehetne mondani, hogy ezért harcolt az ellenzék, és ez egy siker, vagy Brüsszel sikere, vagy fogalmam sincs, nem ötleteket akarok adni, de mit gondoltok erről? Hát én azt gondolom, hogy meg kellene szavazni ezeket. Tehát az más kérdés, hogy mi lesz belőle, de hogy mégis egy lépés abba az irányba, amit mondtál, hogy visszatérjünk valamilyen szinten a jogállamhoz, igenis az ellenzéknek én azt gondolom, hogy meg kellene mutatni, hogy vannak olyan ügyek, amiben együtt tud működni, mert hogy ez mindannyiunk érdeke. Tehát azt gondolom, a magyar állampolgároknak az az érdeke, hogy minél hamarabb ez a pénz ide jöjjön, hiszen ebből nekünk majd jó lesz, vagy mondjuk stabilabb lesz a forint árfolyama. Az, hogy ezt hogyan fogják ellenőrizni, ott az ellenzéknek lehet sokkal nagyobb szerepe, hogy rámutat azokra az anomáliákra, ami mondjuk a végrehajtás során majd előfordul. Igen, igen, valóban a magyar polgároknak az az érdekük, hogy ez a pénz a magyar polgároknál landoljon, és ne lopja el a magyar bürokrácia, ugye élén a kormánya. Úgyhogy az ellenzék valóban nehéz helyzetben van, mert egyfelől erre a pénzre égető szükség van. Másfél azonban veszélye van, továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy akármilyen pénzek érkeznek, annak legfeljebb egy része jut el az érintettekhez, akiknek valóban nagy szükségük van rá. Úgyhogy ebben a nehéz helyzetben én azt hiszem, az váratik el az ellenzéktől, hogy gondolja át ezeket a dolgokat, és döntse el. A legnagyobb kritikánk az ellenzékkel szemben inkább az lehet, nem, de hogy nem született ebben a kérdésben döntés. Van, aki támogatja, van, aki nem támogatja, van, aki részben támogatja, van, aki részben nem támogatja. Ez így. Hát igen, de közösen most már úgy tűnik az ellenzék nem is fog fellépni, mert ugye ők azért készülnek az Európai Uniós választásokra, és ha jól tudom, deklarálták, hogy külön fognak indulni, tehát mindenki egy kicsit talán a saját arcát akarja majd megmutatni. Ez valóban így van, csak ez 12 éve így van, és most már megmutatták a saját arcukat, köszönjük szépen. Most talán az lenne a legjobb, hogyha a magyar polgárok érdekeit vennék figyelembe. A két jobbikos képviselő is letette az esküt, Hatházi Ákos nem tehette le, és még egy utolsó kérdés az ellenzékről. Kövér László ugye múlt héten nem engedélyezte ezt, Márki-Zay Péter egyébként ma kapcsoljuk az adásba, felszólította az ellenzéket, hogy emiatt bojkottálják a parlament munkáját, ez egy nem igazi munka, nem kellene ebben részt venni. Mit gondoltok erről? Egy-egy mondat. Ha elindultak a választáson, és a demokratikusnak mondott választáson ez az eredmény született, akkor azt gondolom, hogy részt kell venni a munkában. Azt, hogy Hatházi Ákosnak vannak ilyen egyéni ötletei, nem tartom természetesen jónak, hogy így bünteti meg a házelnök úr, de valójában neki is megvolt a lehetősége, hogy rendes körülmények között letegye az esküjét. Igen, Hatházi Ákos az első napon, amikor lehetőség lett volna, akkor nem kívánt esküteni. Azóta azonban kíván, határozottan kíván. Több alkalommal kijelentette, hogy szeretne, és nem teszik számára lehetővé. Ennek nincsen igazi szankciója, az igazságügyi bizottság tárgyalja a kérdést, alig hanem arról szól a tárgyalás, hogy hogyan szankcionálják az ilyen képviselőt, de az is fontos lenne, hogy figyelembe vegyük, hogy hogyan szankcionálják azt a házelnököt, aki nem teszi lehetővé az eskütételt, úgyhogy mindkét irányban érdemes. Beszélünk erről, mindjárt folytatjuk majd Szabó témájával, és köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.